Én elmentem a vásárba fél pénzzel, libát vettem a vásárba fél. Sokan hihették azt november 11-én, hogy leesett az első hó Csepel központjában a Szent Imre téren. Voltak, akik hóangyalkát véltek látni. No de ne is haladjunk ilyen gyorsan, kezdjük egy kis visszatekintővel. A középkor egyik legnépszerűbb ünnepe a Márton napja volt. Napjainkban reneszánszát éli a Márton napi libafogyasztás, illetve az ezzel kapcsolatos rendezvények sora. November 11-én a naptár szerint a Mártonok ünneplik névnapjukat. Ez a nap a népi kultúrában is jeles ünnep. Lezárja azokat a gazdasági munkákat, például a szüretet, a kukoricafosztást, amelyek áprilisban Szent György napján kezdődtek. Ez az időszak a Katalin napig tartó kisfarsanggal végződik. Ilyenkor kóstolták meg az emberek az új bort és vágták le először a tömött libákat. Ilyenkor a pásztorok végigjárták az állatok gazdáinak házait, köszöntőt mondtak, cserébe pedig ajándékot kaptak. A Csepeli Mártonnap, avagy Minden, ami liba című rendezvény a közönség visszaszámlálásával kezdődött november 11-én, 11 óra 11 perc, 11 másodperckor. Kellemes napot kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket itt a Szent Imre téren. A Mártonnapi rendezvényünkön örülök, hogy ilyen nagyon-nagyon sokan összegyűltünk. Hagyományt szeretnénk teremteni ezen a mai napon, hogy a következő napokban, hetekben, években emlékezzetek erre a remek eseményre. Tudjátok, hogy ki is volt Szent Márton. Egy hivatalos mondat azért kell, hogy elhangozzék részemről, mert ez a mai rendezvény Budapest 21. kerület Csepel önkormányzata rendezvénye, és tisztelettel köszöntök mindenkit Németh Szilárd polgármester úr nevében is. Kezemben egy eszköz, mondhatni egy párna, egy egyszerű párna, ami áldozatául esik délben például egy olyan rendezvénynek, ami a Párnacsata nevet viseli. Ott a szabad területen, majd a sátor mögött fogják püfölni ezt a kis párnát, aztán száll a libatól az ég felé. Minden, ami liba, ugye ez a mai szlogenünk, a színpadon is minden a libához, Mártonnaphoz, egy jeles eseményhez kapcsolódik. Fellépnek kicsik, óvodások, nagyobbak, még nagyobbak, este pedig, illetve késő délután Sramli mulatos, illetve egy remek Dixieland banda várja majd a jelenlévőket. Hátul mindenféle libanapi csemegé, gasztronómiai csodák várják az ide kilátogatókat. Én nem is szaporítanám a szót, hiszen az a legfontosabb, hogy ti, önök ma remekül érezzék magukat. 11 óra, 11 perc, 11 másodperc már elmúlt, 20 óra még messze van, de addig nagyon sok minden történik. Ehhez kívánok nagyon jó szórakozást. Köszönöm. Az első közel egy órában a Népművészeti és Kézműves Óvoda, illetve a Kádár Katalin Óvoda óvodásainak műsorát láthatták az egybegyűltek. Déli 12 óra volt az a pillanat, amit már minden gyermek várt, és amitől valóban fehér köntösbe öltözött a Szent Imre tér. Libatollal töltött párna csatában vehettek részt a torra nem allergiás gyermekek. Éltek is sokan a lehetőséggel, hiszen kevés az a szülői ház, ahol megengedett az ilyenfajta párna csata. A délután folyamán kerületi iskolák diákjai léptek színpadra, lampionos felvonulás, sütitörés, majd sváb és magyar dallamok csábították az érdeklődőket Csepel főterére.